Kőbányán a fő közbiztonsági mutatókat tekintve továbbra is stabil helyzetről számolt be a kerületi rendőrkapitányság vezetője, Baricska Norbert aletredes, az önkormányzat képviselőtestületének legutóbbi ülésén. A képviselők elfogadták a tavalyi évről kapott beszámolót, amelyhez a kapitányság vezető kiegészítést is fűzött. Úgy indultunk a tavalyi évnek, hogy reményekkel telve a vírushelyzetet már úgy gondolva, hogy magunk mögött tudva, de februárban érkezett a következő rendkívülnek mondható eseményünk, hogy a háború kitörése, ami ezért az év elejére rányomta a munkánkra a bélyegét, és elég sok rétületterheltséget adott a számunkra, illetve hát folyamatban volt még a tavalyi évben egy épületfelújításunk, ami azért egy kellemes teher, de hát a fejünk fölött zajlott, úgyhogy ez is azért a mindennapi munkánkat nehezítette. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy kijelenthetem, hogy mivel felsővezetőktől is, illetve önkormányzat képviselőtől, több testületi tagoktól is azt a visszajelzést kaptuk, hogy Kőbánya közbiztonsága 2022-ben is stabil volt. Tartottuk azt a fajta stabilitást, amit az elmúlt jó pár évben már elődöm is, illetve most már több mint két éves regnálásom alatt nálam is folytatódva elértünk. Én azt gondolom, hogy sokszor ezt nehezebb és szorgalmas hangyaként még több munkával kell sokszor abszolválni, mint amikor hirtelen egy rossz helyzetből kell egy nagyobb javulást elérnünk. És akkor egy pár számot mutatjuk, kérném a következő diát a bűnügyi helyzetünkről. Az látható, hogy a regisztrált bűncselekmény száma, összes bűncselekmény száma az Kőbányán 2022 évben nőtt. Kiegészíteném, hogy itt javarészt azért az alkalmi lopások, bolti lopások, tehát azok a vagyon elleni bűncselekmények száma nőtt meg, amelyek a gazdasági társadalmi változások is részben okoztak. Másrészt azért itt megemlíteném, hogy ezek 2020 és 2021 mind a két év, ha csak a statisztikai szempontokat nézzük, akkor olyan kiemelkedő volt, amelyet nem tudom, hogy fogunk-e tudni még egyszer, reményém szerint igen elérni, hiszen azért itt azok a vírushelyzet okozta intézkedések, ugye határozati és egyéb intézkedések azért a mi segítségünkre voltak. Gondolok itt azért arra, hogy egy-egy kijárási korlátozás, amikor 22 óra után már mondjuk nem lehet a közterületen tartózkodni, vagy ugye a közlekedési baleseteknél, a közlekedési forgalomban, a home office, amikor nem jár annyi autó az utakon, azért az könnyítette a mi helyzetünket. Hát itt én azt gondolom, hogy ha 2019-hez viszonyítunk, akkor még mindig azt láthatjuk, hogy csökkentek a bűncselekmény számok. Ezt tartsuk azt gondolom célul ezt a vírushelyzeti két évet, és próbáljuk meg újra elérni, de ez egy kivételes két év volt ebből a szempontból. Mint említettem, ugye a lopások száma, a vagyon elleni bűncselekmények száma nőtt, ezeknek a döntő többsége a növekedésnek, mind alkalmi lopás, illetve bolti lopás. Gyakorlatilag ez jól láthatóan nem csak Kőbányán, hanem fővárosi és országos szinten ezeknek a száma növekedett. Kiemelt vagyon elleni bűncselekmények tekintetében a lakásbetörések száma minimálisan nőtt ugyan, de itt azért hozzátenném, hogy egy korábbi években történt lakásbetörés felderítés sorozat, ami statisztikailag bement a tavalyi évbe. Úgyhogy jól láthatóan azért itt az eredményességünk 39%-ra nőtt, tehát ez azt jelenti, hogy majdnem minden második lakásbetörést már fel is tudtunk deríteni. Ez az évi 55-höz mérten. A rablásaink száma az nőtt mondhatni szignifikánsan, azonban itt mindenféleképpen annyit tennék hozzá, hogy büntetőjogi szempontból ugye két fajta rablást különítünk el. Az egyik a klasszikus, mindenki által ismert rablás, ez az úton állásszerű erőszakos rablás, itt nem ezekről van szó. Van a rablásunknak büntetőjogi értelme egy másik minősítés, amikor a bolti lopás elkövetője megpróbál a megszerzett értékkel a vagyonér elől kitörni, erőszakot alkalmaz, vagy félrelöki. Ezeknek a 90%-a gyakorlatilag ilyen rablás volt, tehát Isten igazából ez egy bolti lopásból induló erőszakos bűncselekmény lett. Gépjárművek tekintetében, hát emlékszem, tavaly pont Kapp Sándor képviselő úr mondta, hogy tudunk-e még ettől jobb eredményeket elérni. Ez sajnos nem, de hogyha kitekintünk erre a hatra, akkor én azt gondolom, hogy nem szégyenkezhetünk a hat gépkocsi lopásunk miatt sem, illetve itt is mindenféleképpen kiegészíteném azzal, hogy ezek a gépkocsi lopások, ezek már nem azok a szervezetszerű, nagyértékű gépjárművek tekintetében történt lopások, ami korábban volt, hanem ezek javarészt 20-30 éves autók, amelyeket
Hát kimerem mondani, hogy néha a forgalomból kivonás előli bejelentés is szóba jöhet egy-egy ilyen feljelentés alkalmával, illetve hát javarészt ugye az öreg autók alkatrész utánpótlásának történő elvitele, tehát ebből a, autó, a hat autóból egyetlen egy olyan gyakorlatilag 1 millió forint értéki fölötti autó volt, amit elvittek, ez viszont meg is lett elkövetőstől, tehát ő sikerült elfogni. Közterületi bűncselekmények, illetve a testi sértések tekintetében azt láthatjuk, hogy gyakorlatilag stagnálás van. Itt, hogyha a Covid előtti évekhez nézzünk vissza, akkor is ezt tudom mondani. Érdekes egyébként, hogy ez a stagnálás, ezt, ha kitekintünk egy kicsit fővárosi szintre, akkor ez kifejezetten pozitív eredmény, hiszen a már korábban említett kijárási korlátozások miatt azért megnőtt a közterületi forgalom, és egyébként számos helyen nőttek ezek a bűncselekmények számok. Itt hál' Istennek sikerült tartani őket. Rendészeti tevékenységünkről egy pár gondolatot, tényleg csak a számok tükrében. Azért jól látszik, hogy mennyi elfogás, előállítás van évente. Itt ugye hát gyakorlatilag közel 1000 iratvált, más mutatók szerint ugye az 1000-et is meghaladtuk. Mindenféleképpen abban a szempontból kitekintenék, hogy itt nagyon szeretném megköszönni a társszervek segítségét. Ennek a munkának a döntő többsége azok olyan helyi akciókhoz köthetőek, amelyeket a mezőrséggel, a közterületfelügyelettel, a polgárőrséggel gyakorlatilag szervezett, heti szinten szervezett módon hajtunk végre, és óriási segítségünkre vannak a társszervek ezekben a mutatókban. A rendőri intézkedések száma meghaladta a 3000-et összességében, szabálysértési feljelentések, büntető feljelentések, helyszíni bírságok, rengeteg olyan helyi akció volt, amelyben ezeket ki tudtuk fejteni. A személyes sérüléssel járó közötti balesetek számánál ugye nagyon minimális, de csökkenés látható, inkább azt mondom, hogy stagnál, illetve ugye sajnos a halálos közötti balesetek számát azt nem sikerült csökkenteni, jól láthatóan most már 2020-as év óta ezen a téren azt gondolom, hogy azért van még mit tennünk. Tanácskoztunk is ez ügyben, összehívtuk az illetékeseket, az idei év egyik fő feladata erre a területre irányul majd. Igazgatás rendészeti tevékenységünkre egy pár mutatót mondanék, ezt kifejezetten azért, mert hogy ezek azok a mutatók, amelyek azért leginkább köthetőek ahhoz a helyi közbiztonsági akciósorozathoz, amelyet a közterület felügyelettel társszervekkel hajtunk végre. Itt is jól látszik, hogy több ezres számokról van szó. Gyakorlatilag szinte minden nap hozunk a közterületről, illetve dolgozunk fel olyan ügyeket, amelyek közterületi szabálysértésekről szólnak, és a mindennapi munkánkat fémjelzik. Ezek közül szintén, ami kifejezetten a közterületi alkoholfogyasztáshoz, ugye a vezetés eltiltáshoz kapcsolódó szabálysértések, a bírósági elállítások, a gyorsított eljárások száma is jól mutatja, hogy folyamatosan közterületen vagyunk, és onnan ezeket a szabálysértőket előállítjuk, és a lehető leggyorsabb módon próbáljuk szankcionálni őket. 2023 évben, az idei évben már azért megkezdtük a munkánkat. Ugye központilag Budapest szinten nyilván érintenek itt Kőbányán is minket azok a nagy központi és nemzetközi biztosítások, rendezvények, amelyek idén várnak ránk. Ugye ilyen a még előttünk álló Európa Liga döntő, illetve hát azért a nyári atlétikai VB, és természetesen kiemelt figyelmet szánunk minden olyan kőbányai helyi rendezvénynek, amelynek az elmúlt években is mindig jelen voltunk, úgyhogy természetesen az összes helyi rendezvény továbbra is a Szent László napoktól kezdve a rendvédelmi napokon át a május elsői rendezvényekig és számtalan sorolhatnám még ezeket a rendezvényeket, jelen leszünk és biztosítjuk, illetve hát a lefő feladatunk, hogy az addig elért eredményeket ezt tovább vigyük és megtartsuk ezen a szinten, ahogy most Kőbány jár, és még ha lehet, akkor egy kicsit javítsunk is rajta. De azt gondolom, jó úton járunk, jók a közös erőfeszítések, akár térfigyelő kamerarendszer működtetésben, szlömösödött területek szanálásában, és minden olyan programban, ami a város biztonságosabbá teheti, világítás fejlesztésben és abban az együttműködésben, amire a kapitány úr is utalt,
különböző társ szervezetekkel. Szeretnék megköszönni a munkát, ezt megtettem az állomány előtt is a kapitányságom. Szeretnénk megköszönni és további eredményes tevékenységet kívánni. Nyilván mi a segítséget a jövőben is, azt mondom, bátran fogalmazhatom a testület nevében, ez a munkához meg fogjuk adni, hiszen a cél az egy és közös. Őszinte tisztelettel és elismeréssel gratulálok kapitány úrnak és kollégáinak a tavalyi év munkájához. Fantasztikus számok, hatalmas munka. Ennek a munkának az elvégzése során én úgy érzem, hogy Kőbányán úgy kerek, hogyha hozzátesszük azt is, hogy a polgárőrséggel egy szerintem fővárosi szinten párját ritkító szoros, élő és eredményes együttműködésben tudtok dolgozni. Ahogy polgármester úr is jelezte, millió csatornán próbáljuk érteni, keresni, hogy miben tudjuk a munkátokat segíteni. Értelemszerűen az intézményetek megadja azokat az alapmunkafeltételeket, ami a napi munkavégzéshez elengedhetetlenek szükségesek. Ugyanakkor, hogyha egy közösség, egy testület úgy van, szeretve van, akkor az ember keresi azokat a plusz lehetőségeket, amivel kényelmesebbé, komfortosabbá tudjuk tenni a munkátokat. Lehet, hogy ez egy olyan függöny egy irodában, ami nélkül lehet dolgozni, és nem szükséges, de azzal jobb hangulata lesz az ott munkavégzőnek, és akkor hozzánk eljut ez a hír, mert mi bejárunk oda rendszeresen, ami a te munkádnak egyébként az egyik számomra legnagyobb erénye az önkormányzat irányába, hogy pontosan tudom, hogy minden önkormányzati képviselő felé nemcsak, hogy nyitott vagy, hanem folyamatosan keresed velük a kapcsolatot. A körzeti megbízotti rendszert olyan formában, olyan jó gondolat mentén gondoltad újra, ráztad fel, amitől azt gondolom, hogy a kőbányai lakosoknak a rendőrséghez, a rendőrökhöz fűződő viszonya jelentősen változik, folyamatosan javul. A fővárosban biztos, de talán országosan is, a lakhatás kérdése az egyik legmeghatározóbb pontja az életünknek. Ugye a kőbányai önkormányzatnak feladata, és személy szerint ez nagyon fontos feladatának tartom, hogy azoknak a kollégáidnak, akiket te annak arra érdemesnek tartasz, továbbra is segítsük a lakhatás megoldását. Ebben is továbbra is számíthatsz ránk. Mindig el szoktam mondani a beszámolók között, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hiszen éveken keresztül, amikor a választópolgároknak az igényeit, véleményét megszondáztuk, akkor a legfontosabb helyre a biztonság, a biztonságérzet, a helyi úgynevezett bűnügyi érzet, nem is a valóság, hanem az érzet volt, és ez mindig a rosszak között szerepel, sokkal rosszabban úgy, mint ami a valóság. Ennek két oka van. Az egyik, amit azért el kell mondani, hogy még a sztereotípia él, hogyha az Orci út, vagy az Orci térnél a Kőbánya út elején történik egy késelés a Kőbányai úton, tehát Kőbányán történt, ami hát tudjuk, hogy nem így van, és ide vetítődik ki, mint ahogy az Üllői út sem Üllőn van. De ezt nagyjából nem sokat segített. A másik rész meg természetesen, hogyha van egy bűneset a környéken, akkor az nyilván megragad a lakosokban, és akkor az fokozottabban van jelen, mint a tényleges valóság. A legutóbbi mérésen azonban, és ezt ide akartam kiukadni, azt vettük észre, hogy ez az első helyről, mint legfontosabb probléma, vagy mint probléma érzékenység, ez lekerült, tehát ez az úgynevezett biztonságérzet, ez jobb lett a kőbányai lakosok között, és jobban tükrözi a valóságot, amit a számokból látjuk, és ugye, mint tudjuk, az nem függ össze a biztonságérzettel, vagy csak nagyon sokára követi ezt a dolgot. Úgy látszik, elkezdte követni, és ez egy tartós munkának az eredménye, és ebben azt gondolom, hogy ez a lényeg, hogy nem egy egyszeri kiugrás, hanem egy folyamatos munka, egy folyamatos eredményesség az, ami ide tud vezetni, úgyhogy ezt meg kell állapítani, hogy ez az utóbbi időben ez történik.
új kerékpáros útvonalak kiépítése kezdődött meg Kőbányán áprilisban. Az új kerékpárutak hozzájárulnak ahhoz, hogy egy biztonságosabb és kedvezőbb feltételekkel ellátott bicikli úton közlekedhessenek azok, akik a kerékpárt választják. Fenntartható közlekedési módoknak a fejlesztésére a fővárosi önkormányzat, a BKK és az adott kerületek még 2017-ben nyújtottak be Európai Uniós pályázatot, ez a VECOP program keretében, a versenyképes Közép-Magyarország operatív program keretében történt maga a pályázás. A hálózati térképeknek az elkészítése, majd ezt követően az engedélyezési és kiviteli tervek. Több ilyen konzorcium jött létre, tehát minden egyes pályázó kerülettel a főváros és a BKK fogott így össze, és ez a hármas konzorcium alkotja a megvalósító csapatot, és ez egy terület alapú fejlesztés, ami azt jelenti, hogy nem önálló kerékpár útvonalat építünk, hanem arra azon dolgozunk, hogy egy adott város rész, kerület rész összefüggően kerékpározható, illetve biztonságosan közlekedhető legyen. A fenntartható közlekedési módoknak a térnyerése az nagyon sok haszonnal jár egy város, egy település vagy egy kerület rész életében. Egyrészt ugye a jelenleg kerékpározók ezt biztonságosabb körülmények között tudják megtenni, másrészt pedig, hogyha nő a kerékpárral közlekedőknek a száma, és ezzel adott esetben ki lehet váltani más olyan közlekedési módokat, amelyek esetleg zajjal vagy légszennyezéssel járnak, akkor azzal mindenki nyer. A BKK részletes térképet adott közzé arról, hogy mely útvonalakon lehet számítani a későbbiekben új kerékpárutakra. A beruházás során a BKK számos kerékpársávot, vasúti kerékpáros átjárót alakít ki, és egyirányú utcákat nyit meg a kerékpáros forgalomnak. Kőbányán belül több kerékpáros útvonalat hozunk létre. Alapvetően ugye Kőbányán elég jól lehet jelenleg is kerékpározni, nem túl nagy a laksűrűsége a belvárosi területekhez képest, illetve egyébként ez talán kevésbé ismert, de a kőbányaiak számára lehet, hogy ismert adat, hogy Kőbányán van Budapesten belül a legtöbb gondozott park, illetve zöld felület, több mint 2,5 millió négyzetméterrel. Ezek nagyon jó szabadidő eltöltési lehetőséget nyújtanak a kőbányai lakosok számára, és ezeknek is a kerékpáros összekötése nagyon fontos, illetve több olyan hiányzó hálózati elem volt, amelyet most pótolni tudunk. Ezen túlmenően pedig vannak olyan főhálózati tengelyek, ahol a kerékpáros közlekedést tudjuk segíteni, hiszen ott jelenleg a beruházás előtti időszakban nem volt kifejezetten kényelmes vagy a legbiztonságosabb kerékpárral közlekedni. Ezek ugye a Kőér utca, Gitár utcai tengely, a határút irányában, ahol elérhető utána a határúti metró megálló vagy akár a Üllői út területe, illetve ugye a rámerőleges Harmat utcai tengely, amely gyakorlatilag utána össze tudja kötni a kőbányai parkokat. Az autós közlekedés egyébként nagyon fontos egy város vagy egy település életében, hiszen rengetegen nem tudják nélkülözni adott esetben, főleg, hogyha ipari vagy gazdasági célú forgalomról beszélünk, akkor ennek a visszaszorítása ez nem is cél. Senki sem várja el a festőtől, hogy a 2 méteres létráját kerékpáron vigye. Illetve nyilván nagy családos közlekedések is sok esetben történnek autóval, csomagszállítás, stb. Céljából, de vannak azok a közlekedések, azok a mozgások, amelyek adott esetben kiválthatók. Ez lehet egy szabadidő cél is, például, hogyha nem autóval kell elmenni mondjuk a Óhegyi Parkba focizni, hanem oda lehet biztonsággal menni a gyerekekkel kerékpárra, akkor ez is egy cél, illetve a munkába, iskolába járásnak is bizonyos mértékét, hogyha ki lehet váltani, és így kerékpárra biztonságossá tehető, illetve kényelmessé vonzóvá, akkor ezzel kiváltható valamilyen autós gépjármű forgalmú közlekedés, de egyáltalán nem cél, hogy teljesen gyakorlatilag megszűnjön, meg nem is lehetséges. Az áprilisban megkezdett munkálatok egy része már a nyáron elkészül, azonban a nagyobb építési munkálatokat igénylő beruházások őszre várhatóak. Tehát két határidőnk van a kőbányát illetően, a kerületi kivitelezéseinket illetően, az egyik csomag nyárra készül el, a másik pedig őszre, amelyek nagyobb kivitelezéseket tartalmaznak, kerékpár, sávok, utak építése, azok őszre készülnek el, illetve a kisebb forgalomcsillapító elemek, biztonságos, de már jelenleg is alacsony forgalmú utakon történő beavatkozások pedig nyárra.
Tehát szoros kapcsolatban állunk a kőbányai önkormányzattal. Ez idáig olyan irányú, tehát negatív visszajelzés nem érkezett hozzánk, kizárólag pozitív. Alapvetően ugye most már szépen lassan megindult teljes volumenében a kivitelezés. Ez mindenféleképpen jár majd időszakosan kisebb kényelmetlenségekkel, amelyeket kérik, és hát amelyekhez köszönjük ezúton is a lakosoknak a türelmét, és bízunk benne, hogy a megelégedésükre fogjuk tudni zárni ezt a projektet. Egyébként pedig maga a kerékpáros útvonalaknak a fejlesztése során nem jár kifejezetten érdeksérelemmel, tehát nem vágunk ki nagy számban fákat, nem szüntetünk meg óriási mennyiségben parkolóhelyeket, úgyhogy érdeksérelemmel nem jár, kizárólag mi a pozitív fejlesztését látjuk. Tehát megvannak a magyar útügyi műszaki előírások szerint a megfelelő szélességek a önálló kerékpárutakra, a kerékpársávokra, amelyek az úttesten helyezkednek el, az úttest vagy a jelenlegi keresztmetszetén belül elférnek, vagy pedig szélesítjük valamennyire az aszfalt felületet, és akkor itt felfestjük. Egy kerékpársáv egyébként 1,5 méter széles, egy önálló kerékpárút, hogyha két irányú, akkor pedig kialakítástól függően, de 2,5 méter szélességű körülbelül, és ezek szilárd aszfalt burkolatot kapnak. A Gyömrői út és a Kőér utca kereszteződése az egy kritikusabb szakasz közlekedési szempontból. Hogyan oldják meg ott a bicikliút képítését? Igen, itt ugye ideig tart a beruházásunk ezen a részen, tehát a Kőér utcán egyébként a Gyömrői útig ma van kerékpárút a határúti metró megállótól kezdve. Mi ezt folytatjuk egészen a Kőér utcán, majd a Gitár utcán át a Sörgyár utcáig. Maga a szakasz itt a Gyömrői útnál két konfliktusos helyzettel találkozik, tehát magával a Vaspály utca Gyömrői úton való átvezetéssel, illetve a 100-as és a 142-es, tehát a Monori, Cegléd Monori és a Lajos Mizsei vasútvonalnak a keresztezésével, mind az út keresztezést, mind pedig a vasúti pálya keresztezését felújítjuk, átépítjük úgy, hogy ez kényelmesebben és sokkal biztonságosabban használható legyen. A BKK reméli, hogy az új kerékpárutak hozzájárulnak majd ahhoz, hogy a mindennapi ügyintézés, iskolába és munkába járás minél gyorsabban és biztonságosabban valósulhasson meg a kerékpárral közlekedőknek. A Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ egy bábszínházi előadásra invitálta az ovis korosztályt. Az előadás tulajdonképpen egy ajándék a gyerekeknek a karácsonyi fadíszítésükért cserébe. Akkor megígérte a Kőrösi, hogy viszonozni fogják a munkát, és most, hogy beköszöntött a jó idő, megszervezték az előadást. Azt nem tudom, hogy tudjátok-e, miért vagytok itt, vagy mi ez az egész nagy felhajtás ezen a mai napon. Hát ugye az történt, hogy amikor vártuk a Jézuskát itt karácsony előtt, akkor minden kis közösség, kis óvodai közösség feldíszített karácsonyfákat. És ezek nagyon szépek lettek, mindenki ezt megcsodálta, és hát ugye arra jutottunk, hogy hát valami ajándékot szeretnénk mi is adni nektek, ha már ilyen ügyesek voltatok, és ezeket a karácsonyfákat szépen feldíszítettétek. Csak arra gondoltunk, hogy az lesz a legjobb ajándék, hogyha ma ide elhívunk benneteket, és egy bábszínházat fogunk nektek ajándékozni. A Fabula bábszínházat hívták meg, melynek Felszegi Tibor a vezetője. A színház 1991 óta működik és szórakoztatja színes történetekkel a gyermekeket. Nagyon-nagyon régen, még a múlt évezredben az állami bábszínház volt az egyetlen hivatásos bábszínház az országban. Én is ott kezdtem a pályafutásomat. Illetve egész pontosan én a Bóbita bábszínházban kezdtem, és úgy kerültem utána 3 év után az állami bábszínházba, és ott jó néhány évet eltöltöttem. Akkor a bábszínháznak, ha jól tudom, volt 8-9 csoportja, és
azzal járták, az a 8-9 csoport járta az országot, és játszott művelődési házakban gyerekeknek bábelőadást. Aztán minden megváltozott a rendszerváltással, az úgynevezett rendszerváltással. 91-ben ketté vált az Állami Bábszínház Kolibri Színházra és Budapest Bábszínházra. 91-ben alakítottam én meg a Fabula Bábszínházat, ez egy családi magánbábszínház volt, és azóta, hát ha jól számolom, az most már 32. éve, igen, játszom most már Fabula Bábszínházként. Annak idején az Állami Bábszínháznak volt egy bábszínészképző tanfolyama. Színész egy végzettséget adott, ez a képzés is. Aztán később, ha jól tudom, főiskolai szintre emelték, most meg már tényleg egyetemi szinten a színművészeti főiskolán tanulják a szakmát a fiatalok. Mi egy nagyon pici kis színház vagyunk, hogy úgy mondjam, egy mikrovállalkozás vagyunk tulajdonképpen. Most már hosszú évek óta ketten-hárman szoktunk játszani, ma ketten fogunk játszani. Általában 8-10 szereplővel dolgozunk, tehát ha 4-5 szerepünk van egy darabon belül. Nem könnyű ezeket a szerepeket megformálni, hiszen nagyon sokféle karaktert kell megjeleníteni, de hát ez a szakmánk, ezt tanultuk meg, most már ebben van is gyakorlatunk, úgyhogy ezt élvezettel csináljuk. Milyen keretei vannak egy színházi előadásnak? Tehát először is nagyon fontos az, hogy kitaláljuk, hogy milyen korosztálynak játszunk, mit szeretnénk játszani. Utána meg kell írni nyilván a forgatókönyvet, vagy ha van kész forgatókönyv, akkor nyilván abból dolgozunk. Aztán ki kell találni, hogy ki fogja létrehozni a produkciót. Mi magunk hozzuk el létre, vagy pedig valami külsős rendezővel dolgozunk. Aztán el kell készíteni a bábokat, díszleteket, aztán jön a próba folyamat. És akkor a próba folyamat végén jó esetben megszületik a mű, amit aztán évekig játszunk, és hát ez alatt, az idő alatt is érik és változik a darab. A bábokat honnan szerzik be? Különböző műhelyekből. Nekünk több műhelyel is dolgoztattunk, tehát nekünk nincs állandó műhelyünk, mindig külsős műhelyekkel dolgoztatunk. Annak idején hát nagyon sok műhelyünk volt, a Állami Bábszínház műhelyében is dolgoztak nekünk, akkor kik dolgoztak még. Különféle, vannak most már különféle, először is nagyon sok bábszínház van, a bábszínházaknak vannak műhelyeik, és ha mi felkérjük őket, hogy csináljanak meg egy darabot, vagy hogyha jön a rendező, akkor ő hozza a látványtervezőt, bábtervezőt, úgyhogy összeszedjük így innen-onnan a látványtervezőket, bábtervezőket, és hát így a legnagyobb része a bábjainknak egyébként az Állami Bábszínház műhelyében készült. Milyen irányzatai vannak a bábszínháznak? Nagyon-nagyon sokféle irányzata van a bábszínházaknak. Tanultuk mi is annak idején, tanultunk marionettet mozgatni, árnyátékot, japán bunrakú bábokkal is dolgoztunk. Mi, a Fabula Bábszínház, mi kesztyűs bábokkal játszunk, tehát mi a klasszikus vonalat választottuk. Úgy éreztük, hogy erre nagyon nagy igény van a kisgyerekekhez, leginkább a kis finom kesztyűs bábok kötődnek, legalábbis véleményem szerint. Úgyhogy ez a vonal nekünk úgymond bejött, és hát általában az előadásaink legnagyobb része ilyen klasszikus bábjáték. Milyen előkészületeket igényel egy olyan előadás, mint például a mai is? Ugye van a szervezés, de hát ez nem mindig a mi dolgunk, általában minket felkérnek. Tehát nekünk van egy saját bábszínházunk, a Katona József Színház felett a fél emeleten, ahol már 21-22 éve dolgozunk. Ez egy nagyon kis, pici kis szobaszínház, de az előadásaink legnagyobb részét mégis művelődési házakban, fesztiválokon, iskolákban felkérésekre tartjuk. Úgyhogy tartani kell a kapcsolatot nyilván a szervezőkkel, a közönséggel, és hát minden olyan feladat a bábszínházban is megtalálható, ami egy nagy színházi előadásnál. A Fabula Bábszínháznak több kedvelt előadása is van. A Mazsola, a Nagy akarok lenni és a Vitéz László, valamint a Vuk is számtalanszor került elő repertoárjukból. Ilyen közkedvelt előadásuk a Tavaszi Történetek című báb előadás is, amit most elhoztak a Körösibe. Ő lesz a főszereplője a mai előadásnak, az a címa, hogy Tavaszi Történet.
és ez az oroszlán, amelyik itt áll mellettem, és türelmesen várja, hogy megkezdődjön az előadás, kicsi szeretne lenni, és van egy cica a történetben, aki pedig nagy szeretne lenni, és hát ugye tavasszal mindenki egy kicsit megbolondul, hát egy kicsit ők is egy kicsit mások szeretnének lenni, mint amilyenek, tehát a kis cica nagy, a oroszlán kicsi, és hát elhatározzák, hogy ők szerepet cserélnek. De hát ebből a szerepcseréből nagyon sok ilyen mókás helyzet adódik, és mint minden mese, a végén itt is minden jóra fordul és rendeződik, és belátják, hogy a saját bőrükben jobban tudnak boldogulni. A szokásos gyermeki gondolatok benne vannak, hiszen ők tulajdonképpen ők ugyan állatok, tehát oroszlán, meg cica, meg nyuszi, de igazából ők gyerekek. Tehát a szokásos játék, bujócska, fogócska, kiszámolósdi, tehát ezeken túl ugye van egy úgynevezett, mindig van, jó, ha van egy kis mondani valója a történetnek. Hát itt nyilván az, hogy ők, ugye mondom, tavaszi történet, tehát egy picit ők egy kicsit megzízennek, és szerepet akarnak cserélni, és akkor utána belátják, hogy a saját bőrükben jobban boldogulnak, és hát ezt nyilván az anyai szeretet révén és a zsiráfkereső szolgálat segítségével tudják megoldani, és mint minden mese, ez is jól végződik. Felszegi Tibortól arra is választ kaptunk, hogyan változott a 21. században a bábszínházi előadások szokása, és milyen hatással vannak rájuk a pörgős animációs filmek és a felgyorsultabb világ. Mindig is nagyon szerették, hála Istennek, a gyerekek és a szülők is a bábszínházat. Én most is azt érzem, hogy nagyon nagy igény van. Érdekes egyébként, ez számomra is érdekes, hogy a sok animációs film mellett az analóg bábszínház is hogy megél, és hogy milyen borzasztó nagy sikere van. És a mozik újabban vasárnap délelőttönként matiné műsorokban báb előadásokat hívnak meg, és megtelik rá nézőtér. Úgyhogy én úgy érzem, hogy reneszánszát éli a bábszínház. Én magamon azt veszem észre a 30 év alatt, hogy sokkal gyorsabban kell játszani a gyerekeknek, rövidebben is kell játszani egy picit a gyerekeknek, tehát nem bírják ki. Annak idején a bábszínház másfél órás műsorokat tartott, már akkor is hosszú volt szerintem, tehát amikor már én a Fabula bábszínházat elkezdtem, én már csak egy órás darabokat csináltam, de szerintem ez is hosszú, hiszen egy 3 éves, 4 éves gyerek nem tud azért egy órán keresztül folyamatosan üldögélni. Jó, ha fél órát végig tud ülni, de általában azért egy ilyen előadásnak legalább 40 percnek kell lennie. Úgyhogy szerintem az a 40-45-50 perces időtartam manapság, ez most már egészen jellemző, és talán nem is baj, mert így hát tömörebben kell kifejezzük magunkat mi is, meg hát a gyerekek is jobban kibírják az előadást. A tavaszi történetek előadásnak nagyon nagy sikere volt az ovisok körében. A gyerekek végig izgatottan figyelték az állatok történetét. Parlamenti fogadóra a centrumban pedig Kőbánya egyik jellegzetes és nevezetes területe, mégpedig a Népliget, és ennek az igazán fantasztikus területnek a különböző változásairól, lehetőségeiről beszélgetünk, hiszen végül is zajlik egy program, bár őszintén szólva, drámai nagy változások nem érzékelhetők a Népligetben, de mi történik? Igen, itt igazából 3 éve elindult már egy folyamat, ezt a fővárosi önkormányzat végzi, úgyhogy korábban még a bizottsági tagjukként volt szerencsém belefolyni a munkába. Itt azt kell látni, hogy történt egy kérdőívezés, egy felmérés egész Budapestre, hogy milyen igények vannak a Népligettel kapcsolatban, illetve milyen vágyak, és akkor ezek alapján, de hát nyilván valamilyen megkötésekkel készült egy stratégiai terv, aminek a fókuszában leginkább az volt, hogy itt ne történjenek beépítések, itt a zöld terület egy érték, és igazából ezt szeretnék fejleszteni, meg ezt szeretnék olyan formában a környékbeliek, illetve a használók elé tárni, hogy ők azt minél kényelmesebben használhassák. Tehát itt olyan beavatkozásokról lenne szó, hogy például legyenek illemhelyek, legyen valamiféle szolgáltatás, de hogy semmiképpen se történjen az, mint például a Városliget esetében, hogy nagyon sok intézményt bevittek a parkon belülre, és emiatt egy picikét ilyen tumultus lett a parkban. Tehát történt egy felmérés, egy stratégiai terv, és akkor sokan most kapták csak fel a fejüket, amikor az ötletpályázat lezárult, hiszen a stratégiai tervet követően
illetően kiírtak egy ötletpályázatot. Ez egy nagyon érdekes műfaj, hiszen itt gyakorlatilag arról van szó, hogy akár a legvadabb fantáziájukat is elengedhetik a különböző kertépítő, tájépítő szakmák, és próbálhatnak valamilyen ötleteket ezáltal becsatornázni. És ezeknek az ötleteknek a nagy része általában nem valósul meg, de mindenképpen jó visszajelzés, mert lehet, hogy csomó olyan dolog felmerül, amire korábban mondjuk nem gondoltak a tervezés során. Hogy itt tartunk most, és hát kíváncsian várjuk, hogy hogyan folytatódik majd a tervezés, hiszen ez azt jelenti, hogy lezárult az ötletpályázat, begyűjtöttek sok ötletet. Ezeknek egy része mondjuk nem nyerte el a civileknek a tetszését, hiszen nagyon nagy beavatkozás lenne, de mindenképpen születtek jó ötletek is, és meglátjuk, hogy majd mi kerülhet be ezek közül a végleges tervekbe. Szervezetileg végül is hova tagozódik be ez a feladat, ami hát azért is érdekes, mert nyilván minden jelentősebb változás hátterében ott van a költségvetés, azaz a pénz. Ez így van, és ezt alapvetően a fővárosi önkormányzat végzi, de az fontos megemlítenem, hogy ebbe már a kezdetek kezdetén bevonták a Népligetben aktív civileket, hiszen van egy civil csoport, a Tegyünk Együtt az Élhető Népligetért civil csoport, és hát gyakorlatilag ők már a kérdőívezéstől a folyamat részesei lehettek, különböző workshopokat is tartottak, tehát tényleg nagyon igyekezve annak érdekében, hogy itt a társadalmi bevonás megtörténjen. A költségvetés az egy nagy gátja ennek az egésznek, bár azért nagyon régóta vannak olyan hangok, hogy itt igazából olyan nagy beavatkozásokra nincsen szükség, rendezni kell a kaputérségeket, hiszen ahogy például most jelenleg a metrótól el lehet jutni a Népligethez, az nyilván nem egy kellemes környezet, rögtön ott a kaputérségben érdekes környezet fogad minket, ott a bódékkal, meg a leaszfaltozott, lebetonozott, terelőkkel ellátott terület, úgyhogy ezt mindenképpen rendezni kell, és itt is alapvetően a zöldítés a cél, illetve hát nyilván a másik kaputérségek a Vajda Péter út felől, Fertő utca felől, az Üllői út felől, ugye gyárdülő felől nagyon nehezen használhatók jelenleg, úgyhogy erre is majd mindenképpen oda kell figyelni. Úgyhogy ezek inkább koncepciófüggőek, nem pedig az, hogy nagyon-nagyon sok milliárdot kellene rászánni. Ami mondjuk drágább lenne, az valóban az illemhelyek elhelyezése, illetve hosszú távú célként megjelölhető mondjuk a planetáriumnak az újrahasznosítása vagy újraindítása. Ezek inkább költségigényes beavatkozások lennének. Meg talán ebben a kategóriába tartoznak az utak is, az ember mondjuk biciklizik a Népligetben, akkor könnyen olyan útra téved, ahol hát érzékelhető, hogy már eljárt fölötte az idő. Ez így van, és az utak esetében is nem csak az fontos, és szintén szerepel egyébként a stratégiai tervben, hogy a burkolat minősége javuljon, hanem az, hogy ezek az utak leszűküljenek. Ezek egyébként korábban, ezeknek történelmi jelensége van, itt autóversenyeket rendeztek a Népligetben, amit nyilván ma már azt mondjuk, hogy hát egy közparkban nem való. Tehát ezeket is szeretnék például leszűkíteni, és akkor ezzel is nőne a burkolt felületek kárára a zöld felület értéke. Végül is a dinamizmus a folyamatnak az valamilyen 1-től 10-ig terjedő listán hogy értékelhető? Nehéz erre választani, mert hogy a prioritásokat mondjuk a stratégiai terv valamilyen szinten kijelöli. Mi mondjuk parkhasználók, mert nyilván én is konzultálok rendszeresen a civilekkel, a legégetőbb problémának az illemhelyek hiányát értékeljük, illetve egy nagyon-nagyon fontos kincsnek a valamilyen szintű rehabilitációját, ez pedig az országpark, ami a Budapest Egyesítésének a 100. évfordulójára jött létre, és ide minden magyarországi megye valamilyen térművészeti alkotást felajánlott, vagy valamilyen tájegységre jellemző növényzetet hozott. Ez egy nagyon értékes része a Népligetnek, sajnos az a baj, hogy az elmúlt 50 évben ez rendkívül lepusztult, de itt is vannak jó hírek egyébként, hiszen most a BME urbanisztikai tanszéke egy ilyen hallgatói projekt keretében felfigyelte erre a területre, és valószínűleg a Budapest 100 programsorozatba beillesztve itt meg fog valósulni valamilyen közösségi programokkal kiegészített növényzetet,
növényzet felújítással kiegészített projekt. Itt olyanokra kell gondolni, sem nagy beavatkozások, ahol például korábban vízfelületek, szökőkutak, csopogók voltak, ott nyilván ezt nagyon költséges lenne helyreállítani, de mondjuk különböző növényekkel, jellegzetes mintákkal megpróbálják ezt, a különböző közösségi programok felmerültek, például petangpálya, vagy valamilyen közös bográcsolás sütögetés, tehát ilyen apró dolgok, amikkel egy picit vissza lehet ide csábítani az embereket, hiszen az elmúlt időszakban eléggé indokolatlanul, de rendkívül sújtotta a Népligetet a rossz hír, ami egyébként főleg inkább a kaputérségek környékén, ott a metró aluljáró buszpályaudvar környékén volt jellemző, tehát nem magában a parkban, ezt mindenképpen le kell szögezni. A Népliget védettsége az garantált? Tehát, hogy valóban nem keveredik oda egy vagy több olyan épület, ami nyilvánvalóan diszfunkcionális lenne, bár érdekeket könnyen lehet, hogy szolgálna. Itt a Népliget esetében az jelent például problémát, hogy nagyon-nagyon változatos, tarka a tulajdonosi viszonya, tehát itt főleg fővárosi területekről van szó, de államitól kezdve egyéb önkormányzati területekig gyakorlatilag minden van. Ez nehezíti alapvetően, hogy bármilyen beruházásot megtörténjen, akár a partnak a felújítása is, hiszen minden érintettet közös nevezőre kell hozni ezáltal. Ami még oda beköltözött, az a Fradi város a töltésmenti részen, ez ugye a teljesen állami rész, de ez egy nagyon keskeny területe egyébként a Népligetnek. Nyilván lehet mérlegelni, hogy ez mennyire illik oda, vagy a sporttelep mennyire illik oda, de én azt gondolom, hogy jelenleg nem zavarja a parknak a használatát. Úgyhogy, és itt is persze szüksége van arra is, hogy olyan sportolási lehetőségek jönnek létre, amit nem csak a Fradi versenyzői használhatnak, hanem adott esetben bárki. Vannak erre egyébként pályák a Népligetben, de ezek is mondjuk felújításra szorulnak. Voltak éppen a közeljövő, hogy néz ki ebből a szempontból, tehát mi az, ami, ha úgy tetszik, a folyamatosságot, a gondoskodás szándékát jelzi? Én úgy látom, hogy egyébként a főváros, mind a főkert, mind az FKF nagyon odafigyel a parkra. Tehát amik voltak ilyen visszajelzések, hogy szemetes, meg nincs elég pad, meg rosszak, ezeket valószínűleg olyan emberek írták, akik nem igazán járnak a Népligetbe, és ilyen valamilyen sztereotípiákra alapoztak, hiszen azt látjuk, hogy ugyan kicsi létszámmal, de nagyon-nagyon igyekeznek és rendben tartják a Népligetet. Mi magunk is folyamatosan szervezünk szemétszedő akciókat, tehát ezek vannak, de gyakorlatilag egy-két kisebb gócponton kívül a partnak a 99%-a nagyon jó állapotban van, a növényzetet karban tartják, a szemetet felszedik, a kihelyezett utcabútorok is teljesen jól használhatók, hogy kiválóan alkalmas arra, hogy ide kikapcsolódni álljanak az emberek, és azt várjuk a felújítástól, hogy valóban javuljon még egy kicsikét a használatnak a feltétele, tehát ne legyenek itt, ne jelenjenek meg, nem tudom, újabb diszkók, vagy éttermek, hanem úgy lehessen használni a Népligetet továbbra is, ahogy most. Köszönjük szépen, várjuk a híreket legközelebb is. Én is köszönöm. A Kőbányán működő Kró György Zeneiskola hangversenysorozatot készített Kró György emlékére. A hangversenysorozat utolsó koncertjéhez elérkezvén Kalló Zsolt, Liszt Ferenc díjas hegedűművész és a Kró Barokk együttes tartott előadást. Most már több mint egy évtizede, 2011-től rendszeres vendége Kalló Zsolt a zeneiskolának, hiszen számtalan vonós és zenekari kurzust tartott. Ez a mai alkalom egy különleges, hiszen a Kró emlékhangversenysorozat utolsó eseményéhez érkezünk el, és ilyen még nem volt, hogy Kalló Zsolt szólistaként a mi növendékeinkkel, tanárainkkal lépne föl. Hát természetesen egy óriási megtiszteltetés és nagyon-nagyon inspiratív a munka. Egyébként hát a jövő héten folytatódik, hiszen a jövő szerdán a vonós és a szimfonikus zenekarhoz fog jönni Kalló tanár úr, és ugyanúgy folytatjuk a munkát a zenekari területen. A mai este az barokk hangverseny, iskolánk barokk együttese, a Kró Barokk Ensemble lép föl, és két Bach
és egy Vivaldi versenymű van terítéken. Ezek között lesz olyan versenymű, ahol hegedű szólót hallunk, és lesznek kettős versenyek is, ahol pedig más tanárok, az egyikben Pinter László Zsolt oboa szólója csatlakozik be, a Vivaldinál pedig Rábai Benedek hegedű szólója, illetve Kürner Krisztina Gordonka szólója fog csatlakozni Kalló Zsolthoz. Nyilván nagyon sok szülő, tanár, érdeklődő el fog jönni, és hát Kőbánya lakossága úgy vettük észre, hogy már nagyon régóta figyelemmel kíséri ezeket a jeles eseményeket, tehát nagyon sokan jönnek a kerületből is. A Kró György zeneiskola életében az energia árnövekedése szerencsére nem követelt olyan változást, mely az oktatás minőségére hatással lett volna. Tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy a Kelet-Pesti Tankerületi Központ nagyon együttműködő volt. Kétségtelen, hogy nem egyenletes a hőmérséklet, de hát nagyon nehéz ezt ebben az épületben beállítani, mivel ez egy támfűtéses épület, és egyébként a különböző termek, helyiségek más-más hőfokot mutatnak. A téli szünet után persze nagyon le volt hűlve az épület, de hát azért fokozatosan lassanként csak-csak visszamelegedett, és most itt a hangversenyteremben is teljesen jó a hőmérséklet. Dr. Szél Rita intézményvezető ismertette a közeljövőben megrendezendő programokat is. Tanulmányi versenyt tartunk a növendékek számára, ez március elején lesz, ez teljesen önkéntes jelentkezéssel történik. Tulajdonképpen nem is verseny, inkább egy ilyen tanulmányi seregszemle. Körülbelül egy olyan 130 növendék szokott a több mint 1000-ből jelentkezni erre a megmérettetésre. Aztán március végén tartjuk a Zeneiskolánk Éjszakája című rendezvényünket, amely igazából zenekaraink számára nyújt bemutatkozást, és minden együttes föllép rövidebb műsorral, és ha úgy alakul, akár egészen évfélig tartanak a programok. A most megrendezett hangversenyen egy különleges formációt hallhattak zenélni a nézők, ugyanis a zenekar, diákok és tanárok egyaránt alkotják. A Kró György barokk zenekar, ez egy évek munkájára visszatekintő zenei műhely az intézetünkben. Jelenleg 6-7 nagyon tehetséges diák dolgozik velünk a zenekarba, ők mind hegedűsök, és őket egészíti ki a csellista, és illetve hegedűs, és egy fagottos kollégánk is. Hogy nagyon fontos, hogy együtt zenélünk a gyerekekkel, együtt próbálunk velük, hogy részt vehetnek egy ilyen műsor összeállításának és megszületésének a folyamatában. Ez nagyon fontos szakmai előrelépés jelenthet nekik, még akkor is, hogyha nem készülnek zenei pályára, illetve hogy szólistákkal találkoznak, az pedig azért jó, mert hogy a zene gyakorlatának egy sokkal közvetlenebb és egy sokkal élőbb módjával találkoznak, így a zenekar és a koncert gyakorlat közben, mint amúgy csak a hegedű órák és a hegedű tanulásnak a folyamatában évközben. Mindent jelent számomra a zene, és főleg ez egy nagyon a pedagógiai pályámban egy nagyon fontos állomás, hogy ennek az intézetnek ezt a kis zenekarát vezethetem, hiszen ez egy olyan szakmai közeg, ahol azt a szakterületet, amit hivatásomul választottam, azt itt gyakorolhatom együtt a pedagógia eszközeivel. Tegyei Zoltán csembaló művész és a Kró barokk együttes vezető tanára mesélt nekünk az együttesről és a felkészülésről is. Ez a jelenlegi koncert, amire készültünk, ez a Kró György emlékhangverseny sorozatnak a harmadik és befejező része, amin Kalló Zsolt hegedű művésszel játszhatunk. Barokk műsort szerettünk volna választani, és már nyáron a művészúrral egyeztettük ezt a programot, és egész évben a gyerekekkel ezt próbáltuk, és ők pedig elvitték a hegedűórára, ahol a kollégáinkkal felkészültek, és nagy segítségünkre voltak így a minőségi munkában. Az emlékhangverseny sorozaton nagyon híres magyarországi szólistákat szerepeltet az intézet, ez egy nagyon jelentős kihívás, és egy
fontos szakmai elismerés, hogy ebben része lehet az intézetünknek, hiszen a gyerekeknek ez egy ritka alkalom arra, hogy koncertező művészekkel együtt léphessenek színpadra. Sőt, kurzusokat is szerveztünk erre. Kallós Zsolt kivételes tehetségű hegedűművész. Számos díjat nyert pályája során. Magyarország számos nagyvárosán túl Európa több országában, az USA-ban és Japánban is tartott már hangversenyt. A Krógyörgy Zeneiskolával hosszú évek óta áll kapcsolatban, és zenekari kurzusokat is tart a diákoknak. Több mint 10 éve, azt kell, hogy mondjam, hogy évente egyszer, de inkább kétszer, vagy még akár többször is előfordul, hogy jövök. Természetesen, amikor hívnak, kurzust tartok, a zenekarral foglalkozom, kettő zenekar is van, úgyhogy nagy örömmel jövök mindig, amikor meghívnak. Azt gondolom, hogy a tehetséghez mindig párosul szorgalom. Tehát ugye a szorgalom nélkül a tehetség nem sokat ér, tehát igaz, hogy vannak olyan tehetségek, akik elkallódnak, de azt gondolom, hogy a tényleg komoly tehetségek, őbenük a későbbiekben, ha esetleg elismernek a pályáról, a későbbiekben visszakanyarodnak. Fiatalokkal foglalkozni és őket inspirálni. Tehát az oktatás a számomra azt jelenti, hogy inspirálom a fiatalokat. Nem csak a zenére nevelem őket, hanem próbálom őket jó irányba terelgetni. Azt gondolom, hogy a pedagógiának a legfontosabb ismérve az, hogy mindig odafigyelünk arra, hogy éppen ki állott velünk szembe, próbálunk rögtön beleélni abba a szituációba, hogy ő kicsoda, az ő személyiségéhez mérten és az ő tudásához mérten adjuk az információkat, próbáljuk őt inspirálni és segíteni. A zene az életem meghatározója, tehát az én hobbim, az én hivatásom, egy olyan pálya, amit mindenkinek művelnie kéne, és akkor talán kevesebb háború lenne, mert hogy az ember ki tudja élni az összes szenvedélyét, a mindenféle baját, örömét, tehát én azt gondolom, hogy egy terápia is ez, úgyhogy én még soha nem dolgoztam életemben, mert én folyamatosan a hobbimat csinálom. A zenét azt én kötelezővé tenném a hangszeroktatást, mert hogy lefoglalja a fiatalokat, ugye a kezüket is mozgatják többnyire a hangszereknél, tehát az agy számára is egy csodálatos tevékenység, de ami a legfontosabb, hogy az érzelmeknek a nevelésében óriási szerepe van. A Liszt Ferenc díjas hegedűművész azt is elárulta nekünk, hogyan készült a ma estére, és hogy mit fognak előadni. Még soha nem volt olyan, hogy egy koncert hasonlított volna másikra, óriási izgalommal. Nincs olyan koncert, ami ne nagy izgalommal várnék, hiszen az ember hiába készül föl, a koncert az mindig egy olyan lehetőség, amikor az adott pillanatban kell az embernek kiadni magából a legtöbbet. Barokk programot fogunk előadni, Johann Sebastian Bach és Antonio Vivaldinak a koncertóiból adunk elő. A Krógyörgy emlékhangversenyen a megjelentek színvonalas előadást hallhattak. A koncert jó alkalom arra, hogy a diákoknak példaként szolgáljon, és motiváló lehessen a művészek előadása.